Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 18. szemeszterének 13. szemeszterzáró előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 18. szemeszterében összesen 13 előadáson vehettek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Ezért Önök itt az előadás után tehetik fel kérdéseiket az előadónak. Mai előadónk dr. Görög Márta, Kiskunfélegyházán született 1975-ben. Középiskolát szülővárosában, egyetemi tanulmányait Szegeden a József Attila Tudományegyetem állam- és jogtudományi karán végezte, ahol köztársasági ösztöndíjasként 1998-ban szerzett summa cum laude minősítéssel jogász diplomát. Egyetemi évei alatt 4 éven keresztül gyakornokként, majd a végzést követően ügyvédjelöltként dolgozott, egészen 2001-ig, amikor tanársegédi kinevezést nyert az STE-AJTK polgári jogi és polgári eljárásjogi tanszékére. Számos alkalommal pályázott sikeresen külföldi ösztöndíjakra. 2000-ben PhD hallgatóként 5 hónapot töltött külföldön, így a Bécsi Collegium Hungaricumban, a Göttingeni George August Egyetemen, illetve a Potsdami Egyetem jogi karán. Gyermekei megszületése után rövidebb ideig tartó külföldi utakon vett részt, melyek közül kivételt képez az EUFOM European University of Economics and Management 2015. évi vendégprofesszori meghívása. A posztumusz személyiségi értékek védelme, gondolatok a nem vagyoni kártérítés iránti igény jogutódlása körében címmel írt dolgozatával 2007. januárjában szerzett doktori fokozatot. 2014-ben lett az STE habilitált doktora. 2016. szeptember első napjával az STE-AJTK polgári jogi és polgári eljárásjogi tanszékének jogutódja, a Civilisztikai Intézet intézetvezető egyetemi tanárává nevezték ki. Kutató munkájának középpontjában a személyi viszonyok, így különösen a személyiségi jogok és a szellemi alkotások jogának tanulmányozása áll. E téma területen belül számos kutatást folytatott, illetve állandó résztvevője az MTA Jogtudományi Intézete személyiségjogi tematikájú kutatásainak. Jelenleg az MTA Jogtudományi Enciklopédia projekt személyi jogi címet viselő rovatának szerkesztője, valamint az Igazságügyi Minisztérium kutatási támogatása segítségével a személyiségi jog egyes összetevőinek kereskedelmi értékét vizsgálja. Az utóbbi években egyre intenzívebben foglalkozik szellemi alkotások jogi kérdéseivel, nem csak elméleti, hanem gyakorlati szempontból is, amelyben hatékonyan támaszkodik az STE Kutatásfejlesztési és Innovációs Igazgatósága jogi szakértőként szerzett tapasztalataira. A polgári jog teljes vertikumában tart egyetemi előadásokat, nem csak a jogi karon, hanem az STE gazdaságtudományi, valamint természettudományi és informatikai karán is. Felkért előadóként a tudományos konferenciák állandó résztvevője. Széleskörű szakmai közéleti tevékenységet folytat, így többek között az MTA SZAB tudományos titkára, a SZAB gazdasági jogi munkabizottságának elnöke, az MTA SZAB Bólyai János kutatási ösztöndíjasok klubtanácsának titkára, az ország valamennyi magánjogászát egyesítő Magánjogot Oktatók Egyesületének elnöke, mindemellett az STE alumni ügyekért felelős rektori megbízottja. Elismerései közül az MTA Bólyai emléklapra és az év oktatója díjra a leginkább büszke. Felkérem Görög Márta professzorasszony, tartsa meg előadását. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Először is meg szeretném köszönni a szervezők megtisztelő felkérését, hogy a mai nap folyamán én tarthatok Önöknek előadást, mely előadásban kísérletet teszek arra, hogy közérthető módon közelebb hozzam Önöket egy kicsikét a személyiségi jog világához. Ennek megfelelően meg szeretném mutatni Önöknek, hogy melyek azok a környezeti tényezők,
azok a körülmények, amelyek befolyással képesek lenni a személyiségi jog fejlődésére, a személyiségi jog egyes jogintézményi jellemzőit alakítani képes erővel bírnak, és megvizsgáljuk azt a kérdést, hogy a magánjog eszközrendszere alkalmas-e arra, hogy ezekre a változásokra megfelelően reagáljon, és ha alkalmas, akkor ezt a reakciót milyen eszközökkel, milyen eszközrendszer mentén teszi. Hogyha magát a személyiségi jogot vizsgáljuk, akkor a személyiségi jog, miként az emberi személyiség egységes. Egy úgynevezett feltétlen érvényesülést kívánó a priori alanyi jog. De a személyiségi jog fogalmának megragadása lehetetlen. Lehetetlen, mert maga a személyiség is egy eleven pojam. Egy belső lényeg, ami kívülről, különösen jogilag, nagyon nehezen körülírható a személyiség, megragadására, a személyiségi jog fogalmi elemeinek a megjelölésére számosan tettek kísérletet a magyar magánjogi jogirodalomban is. Ezek közül egyetlen egy definíciót szeretnék kiemelni, ez Petrik Ferenc definíciója. Ő korábban a legfelsőbb bíróságnak a tanácsvezető bírája volt. Petrik Ferenc fogalma szerint ez a személyiség jog, ami az embert, mint természetes személyt illeti meg, mert a természetes személy lényegéhez tartozik, ez nem más, mint az ember testi és szellemi működése. Az ember szabadságát és egységét biztosító jogoknak az összessége. Egy értékminőség, egy belső értékrend maga a személyiség. Miután a személyiségi jog fogalmi elemeinek a megragadása nagyon nehéz. Éppen ezért, hogyha mind a magyar, mind pedig a külföldi szabályozási modelleket, jogirodalmat, jogalkalmazási gyakorlatot tekintjük, elmondható azt, hogy nem a személyiségi jog fogalmi elemeinek a megragadására helyezi a hangsúlyt, hanem mint egy modus vivendiként a személyiség védelemre, a személyiség védelem eszközrendszerére. Ha kezdeteket szeretnénk tekinteni, akkor elmondható, hogy a személyiségi jog, az általános személyiségi jog magánjogi védelmének a szükségessége a 19. század végén, a 20. század elején jelentkezett. Joggal tehető fel a kérdés, hogy miért éppen ekkor. Sokszor elhangzott már az jogirodalomban, különböző előadásokban, hogy a szerzőjog története a nyomtatással, Gutenberg találmányával kezdődik. Egy analógia alkalmazásával azt is mondhatnánk, hogy a személyiségi jog magánjogi védelmének története a fotográfia és a könnyen hordozható fényképezőgépnek a felfedezésével és hozzáférhetőbbé tételével terjedt el. Németországban mindez az 1890-es évek közepére esik, miután George Eastman 1888-ban piacra dobta az első kézi kamerát, a Kodakot. Innentől kezdve ez a technikai jellegű fejlődés elindított egy folyamatot. Jogi értelemben első paparazzónak két hamburgi fiatalembert tekinthetünk, ugyanis ez a két paparazzó, bár ebben az időszakban tudjuk Fellini filmjéből ismert számunkra a paparazzó kifejezés, még nem alkalmazhattuk ezt a kifejezést, ők ketten Bismarckról készítettek halottas ágyán egy felvételt. Bismarck kancellár egyesítette ugye a német államokat, és vaskancellárnak hívtak, amely vaskancellári jelző a vezetési stílusa miatt hozzátapadt jelzőként funkcionált, illetőleg az ő uralma alatt, az ő irányítása alatt vált egységes, gazdaságilag és katonailag is egy erős hatalommá a német birodalom. Bismarck kancellár 1898. július 30-án halálozott el Hamburg melletti Friedrichsruhban. Hosszú betegség után halálozott el, és a betegségének az egyes stációit a közvélemény végig nyomon kísérte. A korszaknak a két leghíresebb fotográfusa tudatában volt annak, hogy nagyon nagy értéket jelentene egy olyan felvétel, amely Bismarckot ábrázolja a halottas ágyán. Éppen ezért folyamatos kapcsolatban voltak Bismarck erdészével és helyi intézőjével. Az erdész értesítette is őket akkor, amikor már Bismarck halála bekövetkezni látszott,
Még a kerti kiskaput is nyitva hagyta a számukra, ők a földszinten található hálószoba ablakán keresztül behatoltak, és felvételt készítettek Bismarckról, de a felvétel előtt még elrendezték egy kicsit a szobát. A párnákat megigazgatták, és miután hajnal 4 órakor törtek be a hálószobába, visszaállították az órát olyan 10:30 körüli időpontra, ezzel azt a hamis látszatot keltve, mintha előző nap, előző éjszaka került volna sor a felvétel elkészítésére. Megigazítottak a párnát, és Bismarck kancellárnak a fejét úgy helyezték el, hogy a meggyötört arca jól látszódjon a képfelvételen. Amikor elkészítették a képfelvételt, akkor Berlinbe utaztak, és az Unter den Linden-en, a Hotel Adlonban kibéreltek egy szobát, majd feladtak egy hirdetést, ami hirdetésnek az volt a célja, hogy annak adják át a felvételt, aki a legtöbbet ígér érte. Az egyik kiadó 30 000 birodalmi márka összeget ajánlott ért, ami óriási összeget jelentett ebben az időszakban, de egyetlen egy feltétellel. Azzal a feltétellel, hogyha a család hozzájárulását megszerzi. Ennek érdekében a fotográfusok retusálták a felvételt, és így a retusált fotóról eltüntették, eltávolították az ágytálat, ami az előző felvételen még jól látható. De a család hajthatatlan volt. Miért volt hajthatatlan? 2 oka volt. Egyrészt joggal úgy érezték, hogy az ex-kancellárnak a jogait megsérti ennek a felvételnek nem csak a nyilvánosságra hozatala, hanem már az elkészítése is. Másodszorban pedig nagyon érzékenyek voltak arról, hogy a remete politikusról milyen felvételek készülnek. Hogyha visszagondolunk az előző fotóra, Bismarckot mindig uniformisban ábrázolták, mert ez megfelelően közvetítette a vaskancellári jellemzőjegyét. És miután figyeltek arra, hogy hogyan maradt fenn az utókorban a róla alkotott kép, éppen ezért még ahhoz sem járultak hozzá, ami egyébként a 19. század végén szokás volt, hogy halotti maszkot készítsenek róla, vagy éppen halottas ágyán fekve egy festményen ábrázolják őt. Otto von Bismarck fia, Herbert, már augusztus 4-én, vagyis 4 nappal a felvétel készítését követően sikerült elérnie azt, hogy a hatóságok lefoglalják és elkopozzák a felvételt, és még ugyanazon a napon a hamburgi bíróság kiadott egy ideiglenes intézkedést, ami ideiglenes intézkedés arra irányult, hogy eltiltotta a fotográfusokat a felvételeknek a felhasználásától. Ekkor egy peres eljárás vette kezdetét, ami 2 éves időintervallumig húzódott. A peres eljárás végén a bíróság magán laksértésre hivatkozással a fényképészeket 5 hónap, az erdész pedig 8 hónap börtönbüntetésre ítélte. A felvétel visszaadták a családnak, a család birtokába került, a család elzárta a felvételt, és nem is kívánta természetesen nyilvánosságra hozni. A felvétel mégis kikerült a család egyik ismerősén keresztül, de ő nem önös célokból menekítette ki ezt a felvételt, hanem abból a célból, hogy az utókor számára fennmaradjon ez a felvétel. Nem is hozta életében nyilvánosságra a felvételt. 1953-ban publikálták először ezt a felvételt. Nézzük, magának az ítéletnek a döntése büntetőjogi alapon nyugodott, hiszen magánlaksértésre hivatkozással hozta meg a döntését a bíróság. Miért éppen büntetőjogi alapon hozott a bíróság döntést, nem polgárjogi alapon? Ennek indokát az adja, hogy Friedrichsruhban egészen 1900-ig, ameddig a német polgári törvénykönyv hatályba nem lépett, a 100 tükör volt hatályban, ami az ilyen modernebb kérdésekre nem tudott magánjogi alapon, polgárjogi alapon megfelelő választ adni. Csak büntetőjogi alapon. Ebben rejlik a Bismarck jogesetnek a meghatározó jelentősége, mert a kontinentális jogban ez volt az első ítélet, ami felvetette, hogy a személynek vannak olyan magas preferenciát kívánó jogai, amelyek a vagyoni viszonyok körén kívül rekednek, és amelyek
tovább büntetőjogi eszközökkel nem védhetőek. A Bismarck jogeset elindította a személyiségi jog magánjogi védelmének a folyamatát, és pont ennek a jogesetnek a hatására 1907-ben megszületett Németországban az úgynevezett Kunsturhebergesetz, ami a 22. szakaszban tartalmazza azt az alapelvi megállapítást, ami gyakorlatilag az összes kontinentális jogrendszeren nyugvó magánjogi kódexben megjelenik, miszerint az érintett személy hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy róla készített felvételt nyilvánosságra hozzák, felhasználják. A Bismarck jogeset nem csak az általános személyiségi jogvédelem magánjogi vonulatát indította el, hanem egy nagyon érdekes kérdést is felvetett. Hogyan védjük az elhunyt személyiségi értékeit? Hogyan értékeljük a postmortem személyiségvédelmet? És erre a kérdésre már ez az 1907-es törvény megfelelően válaszolt, miszerint lehetőséget biztosít arra, hogy ezt a jogot az elhunyt személy halálát követő 10 évig az érintett közeli hozzátartozói gyakorolják. Ez az időszak a 19. század végén, 20. század elején a magyar jogalkalmazási gyakorlatban is felvetette a személyiség jogok emancipációjának a kérdéskörét. Ugyanis ebben az időszakban megjelentek a jogalkalmazási gyakorlatban olyan ítéletek, ahol jelenlegi szóhasználatunknál fogva azt mondanánk, hogy személyiségi jogsértésre került sor, de a bíróság vagyonjogi alapon, vagyoni viszonyok körében tudta csak értékelni, hiszen a személyiségi jogok magánjogi védelme miért nem nyert elismerést. A felelhető források tanúsága szerint a szegedi királyi ítélő táblának az egyik döntése az, ami először felvetette a személyiségi jog magánjogi védelmének a szükségességét. Az alapul fekvő tényállásnak az a lényege, hogy a bíróság kártérítésre kötelezte azt az egyént, aki többek előtt azt állította, hogy egy leánnyal hosszabb időn keresztül viszonya volt. A bíróság megállapította, hogy szükség van a magánjogi felelősség szabályainak alkalmazására, de miután a magánjogi szabályok ebben az időszakban még nem rendezték ezt a kérdést, a bíróság nem tudott más tenni, mint vagyonjogi alapon ítélkezett, és ebben a jogesetben és a hasonló jogesetekben azt vizsgálta a bíróság, hogy amikor megállapítja a vagyoni kártérítés mértékét, az megfelelő mértékű legyen ahhoz, hogy adott esetben a leány férjhez meneteli esélyeit növelje. Ez a 20. század elejé időpont a személyiségjog emancipációjának az időszaka. Hogyha a személyiségjog fejlődését szeretnénk szakaszokra bontani, akkor korábbi köztársasági elnök Sólyom Lászlónak a Személyiségjogok elmélete című kis monográfiáját kell segítségül hívnunk, ami a személyiségjogok fejlődését két nagy szakaszra bontja. Az első a klasszikus személyiségjogok korszaka, ez a II. Világháború előtti időszak. Ebben a klasszikus korszakban a jogsértő és a jogsértett szemtől szembe állnak egymással. Név szerint ismerik egymást. Ez a korszak, a sértegetések, a pletykák, a hátrahagyott menyasszonyok, az elhagyott menyasszonyok, a párbajok időszaka. Ez az időszak, az a korszak, amikor a közösségeket alapvetően az erkölcs és a szokás tartja össze. Második világháború utáni időszak viszont már a személyiségjogok új fellendülésének az időszaka. Két okból kifolyólag is ebben az időszakban már a személyiségvédelem korlátozottá válik. Az egyik az, hogy csökken azoknak a közösségeknek a szerepe, vagy egyáltalán a száma, amelyeket a jogon kívüli normák tartanának össze. Másodszorban pedig a jogsértő és a jogsértett közötti távolság csökken, már nem ismerik egymást személy szerint. Nem szemtől szembe állnak egymással. Erre hivatkozással, vagy ezt a logikát követve mondhatjuk azt, hogy az információs társadalom beköszönte
a személyiségi jogok újabb fellendülésének időszakát jelenti. Jelenleg a személyiségi jogok harmadik korszakát érjük. Ebben az időszakban nem csak személytelenek ezek a jogsértések, hanem azt is mondhatjuk, hogy az információtechnológia gyors fejlődése következtében egy technológiai fenyegetettség az, ami megjelenik. Ráadásul emellett ez a technológiai fejlődés lehetővé teszi azt is, hogy a jogsértés minél nagyobb körben kapjon nyilvánosságot. Elég csak az interneten keresztül megvalósuló személyiségi jogsértésekre gondolnunk. És harmadik tényezőként megjelennek azok a jogsértések, amelyek már komerciális érdekeket hordoznak magukban. Adott esetben azért kerül sor a jogsértő képmástól felvétel készítésére, hogy ezzel adott termékszolgáltatás iránti keresletet növeljék. Erre az információs társadalom okozta változásra egy kitűnő példa egy 2014 márciusi tényállás, amikor is az egyik New York-i drogéria, a Grace klinika egyik sztárjáról készített paparazzó felvételt felhasznált jogellenesen egy Twitter bejegyzéshez. A Twitter bejegyzésben arra utal, ha valaki meglátogatja ezt a drogériát New Yorkban, akkor adott esetben akár a színésznővel is találkozhat. Nem csak a képmás elkészítésére került sor jogellenesen, hanem annak a felhasználására is. A színésznő beperelte a drogéria láncolatot 6 millió dollárt követelve. Peren kívül egyeztek meg, az egyességnek a tényleges tartalmát mind a két fél titokként kezeli, egyetlen egy körülményt hoztak nyilvánosságra, miszerint a jogsértést elkövető drogéria láncolat egy tekintélyesebb adományban részesítette a színésznő által támogatott alapítványt. Ez az eset és az a fejlődési vonulat, amit az imént megjelenítettem önöknek, felvet egy nagyon fontos kérdést. A személyiségi jog tisztán erkölcsi, eszmei, immateriális értékekkel rendelkezik, avagy erre a jogesetre is figyelemmel megjelenik egy vagyoni érték. Én azt gondolom, hogy a kérdésben már benne van a válasz is. De ez a válasz nem annyira egyértelmű. Különösen nem annyira egyértelmű, hogyha megnézzük egy kicsit, szerte tekintünk, hogy milyen modellek alakultak ki ezzel kapcsolatosan. Ha a magyar modellt tekintjük, nincsen magyar modell. A magyar felfogás, jogelméleti, jogirodalmi, jogalkalmazási, gyakorlati felfogás elveti azt, hogy a személyiségi jogok vagyoni értékkel rendelkeznének. Ezzel szemben a kontinentális jogban, mind Németországban, Ausztriában elismert az, hogy a személyiségi jog külsődleges megnyilvánulásai, névhez, képmáshoz, hangfelvételhez való jog nem csak erkölcsi érdekek, hanem már vagyoni érdekek védelmezője is. Elismeri a személyiségi jogok vagyoni értékű komponenseinek a létjogosultságát. Ezeket a vagyoni jogokat kizárólagos jogokként kezeli. Mindezt egy jogalkalmazási gyakorlati fejlődési íven keresztül, amely a korábban elhalálozott Marlene Dietrich nevéhez kapcsolódó jogeseteken keresztül fejlődött ki. Egyesült Államokban megjelenik ugyancsak a Right to Publicity, amely a személyiségi jogoktól elkülönülten tulajdonjogként kezelendő. Mind a két modell, mind a kontinentális jogi, mind pedig a common law modellben ezek a vagyoni értéki jogosultságok forgalomképesek és átruházhatóak. A két modellben leginkább akkor állapítható meg ezeknek a vagyoni értékű komponenseknek a sérelme, hogyha egy híres embernek a külsődleges megnyilvánulásai, valami rá jellemző tulajdonsága jellemzője, a ő hozzájárulása nélkül, jogellenesen, kereskedelmi célzattal felhasználásra kerül. Bár azt mondtam önöknek, hogy a magyar jogelmélet nem ismeri el a vagyoni értékű komponensek létjogosultságát, ennek ellenére, ha alaposabban megnézzük a jogalkalmazási gyakorlatot, azt kell látnunk,
hogy ebbe az irányba mutató megállapítások fellelhetőek a magyar jogalkalmazási gyakorlatban. Mindjárt találunk egyet az 1990-es évek végéről, amikor is 1998-ban a futballvilágbajnokság idején az egyik reklámügynökség a közvetítések között egy rádiótelefon szolgáltatást úgy reklámozott, hogy a reklám során felhasználta a felpereshez kapcsolódó, általa már évek óta használt jó estét, jó szurkolás szlogent. Ebben a reklámban azt a látszatot keltette a reklámügynökség, hogy a felperes a reklámnak a szereplője. Ezt a hamis látszatot az ő képmásának a felhasználásával keltette. Ezek a vagyoni értékű komponensek azok, amelyek lehetővé teszik a személyi merchandising létjogosultságát. Személyi merchandisingról akkor beszélünk, hogyha valamelyik híres szereplő, közéleti szereplő, közszereplő, rendező, színész, sportolónak a külsőleges megnyilvánulását szerződés keretében kereskedelmi célra felhasználják. Itt egyértelműen, hogy a szerződéskötésről a személyiségi jog vagyoni értékű komponenseinek a másodlagos felhasználása érdekében kerül sor. Ugyancsak ez a vagyoni érték teszi lehetővé a szponzoráció létjogosultságát. Hogyha a Manchester United 2016. év üzleti évéhez kapcsolódó számadatokat nézzük, ez az első olyan angol csapat, amely meghaladta a félmilliárdos dollár bevételt. És hogyha megnézzük, akkor több mint 50% a kereskedelemből származik. Ennek több mint kétharmada a szponzorációból, a szponzori szerződésekből, és több mint 100 millió font pedig a merchandising szerződésekből ered. Ezen nyugszik. Kérdés az, hogy ezekre a változásokra, amelyek az információs társadalom által érik a személyiségi jogot, miként tud reagálni a magánjogi védelem. A reakció eszközei több rétűek. Egyrészt a polgári anyagi jog tud megfelelően reagálni, másrészt a polgári eljárásjog. Ha a polgári anyagi jog részéről tekintjük, egyrésztről reakciónak felel meg az, hogy miként határozza meg a védelemben részesíthető személyiségi jogok körét. A polgári törvénykönyv egy nem taxatív felsorolást tartalmaz a nevesített személyiségi jogokra nézve, amit maga a különösen kötőszó is jelöl. Ezek azok a személyiségi jogok, amelyek jelenleg katalogizáltan megjelennek. De ez nem jelenti azt, hogy esetlegesen azok a személyiség vonatkozások, amelyeket nem látunk a felsorolásban, ne részesülnének védelemben. Azért nem részesülnek védelemben, mert az Alkotmánybíróság által korábban általános személyiségjogként azonosított emberi méltósághoz való jog a jelenleg hatályos PTK-ban, mint az általános személyiségi jog szerepel, és ez az emberi méltósághoz való jog bármikor felhívható. Akkor, hogyha egy olyan személyiségjogi vonatkozást sértenek, amelyet nem tudunk ezekbe a kategóriákba megfelelően megjeleníteni. Az is látható, hogy a kommunikáció, az információ technológiának a gyors fejlődése a magánélethez való jogon belül leginkább a képmáshoz való jogot érinti. Hogy a képmáshoz való jogot megfelelően védelemben részesítsük, először látnunk kell azt, hogy melyek azok a körülmények, amikor valakiről képmásáról, annak képmásáról felvétel készíthető, és később ez a felvétel nyilvánosságra hozható, felhasználható bármilyen körben. A jelenleg hatályos polgári törvénykönyv három olyan esetkört határoz meg, amikor az érintett személy képmásáról felvétel készíthető, és az nyilvánosságra hozható lehet. Ez a három az érintett hozzájárulása, az úgynevezett tömegfelvétel és a nyilvános közéleti szereplés. Az érintett hozzájárulása, az érintett személy konkrét célhoz kötött hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy róla felvételt készítsenek.
De a felvétel készítéséhez adott hozzájárulás nem jelenti azt, hogy ez a felhasználáshoz adott hozzájárulás is lenne. Ennek a hozzájárulásnak a megadására vonatkozóan nincsen alakszerűségkövetelmény. Adott esetben ráutaló magatartással és hozzájárulását adhatja valaki. Ilyen ráutaló magatartással való hozzájárulásnak minősül az, hogyha a képfelvétel tanúsága szerint feltehető az, hogy az érintett személyek tudnak a felvétel készítéséről. Ezek tipikusan a beállított fotók kérdéskörébe tartoznak, de ez csak akkor jelenti a felvétel felhasználásához adott hozzájárulást is, hogyha a felvétel készítésekor annak céljáról tudomással bírnak. Ha a tömegfelvételt nézzük, először is azt kell meglátnunk, hogy mi minősül egyáltalán tömegfelvételnek. Hogyha tömegfelvételt szeretnénk körülírni, akkor a jogalkalmazási gyakorlathoz, illetve a jogirodalomhoz kell nyúlnunk, mert a polgári törvénykönyv nem ad nekünk segítő kezet abban a kérdésben, hogy mi minősül tömegfelvételnek. Elmondhatjuk azt, hogy a nyilvános szereplésekről, eseményekről, a tájképről, utcarészletről készült felvételek azok tömegfelvételnek minősülnek, de csak is és kizárólag akkor, hogyha nem egyediesített felvételekre kerül sor, összhatásában örökíti meg magát a rendezvényt, magát az eseményt. Székely László biztos úrnak van egy találó tesztje erre nézve. Akkor lehet megállapítani, hogy egy felvétel tömegrendezvényen készült, hogyha amikor ránézünk a felvételre, akkor nem az adott egyének önállóan válnak számunkra nyilvánvalóvá, hanem összességében látjuk magát a tömeget. Viszont, ha egy nyilvános rendezvényen a tömegből kiemelve készül valakiről egy felvétel, az már az egyediesítést hordozza magával. Vagyis ez kikerül innentől kezdve a tömegfelvétel fennhatósága alól, és innentől kezdve a tömegfelvételen alapuló felhatalmazás nem gyakorolható. A harmadik esetkörünk volt ugye a nyilvános közéleti szereplés. Mitől válnak a dián szereplő Szegedi Tudományegyetemhez, a Szegedi Tudományegyetem alma materéhez kötődő személyek közéleti szereplővé? Ebben a kérdésben megint nem nyújt nekünk segítőkezet a polgári törvénykönyv. Nekünk a jogelmélet által kimunkált fogalmakat kell vizsgálni. Mitől lesz valaki közszereplő? Azáltal válik közszereplővé, hogyha tevékenységével, szerepvállalásával, a szűkebb vagy tágabb társadalom életét, a országos vagy helyi viszonyok alakítását befolyásolni tudja. És mikor lesz nyilvános ez a közéleti szerepvállalás, akkor, hogyha abból a célból kerül rá sor, hogy a nyilvánosság tudatos vállalásával valamit közvetítsen mások számára. A nyilvános közéleti szerepléssel kapcsolatos kivétel egy jelentős mértékű paradigmaváltáson ment keresztül. Korábban, amikor a nyilvános közéleti szereplést értékelték a bíróságok, abból indultak ki, hogy a teszt középpontjába az érintett személyt tették. És ha és amennyiben bebizonyosodott, hogy ő közszereplő, akkor innentől kezdve a felhatalmazást adottnak tekintették. A paradigmaváltás abban látszódik, hogy ez a személyközpontú érvelés átalakult funkcionális megközelítéssé, vagyis mit kell vizsgálni? Azt kell vizsgálni, hogy az érintett közszereplőről a felvétel akkor készült-e, amikor közéleti szerepvállalásra került sor, és ráadásul nyilvános közéleti szerepvállalásra. Mert ezen a ponton lehet egymástól elválasztani a közszereplő közéleti szerepvállalását és a magánéletét, amely elválasztás kifejezetten hangsúlyos jelenkorunkban. A közéleti szereplőkkel kapcsolatosan szokott felmerülni sokszor az úgynevezett illusztráció kérdésköre. Ugye adja magát a helyzet, van egy híranyag, amihez adott esetben nem áll rendelkezésre a híranyaghoz kapcsolódó felvétel. Viszont rendelkezésre áll korábbi jogszerűen készített felvétel.
adódik jogosan a kérdés. Felhasználható ez az egyébként jogszerűen készített felvétel egy olyan híranyaghoz, amelyel nem amelyek összefüggésben készült. A bírósági álláspontokat, hogyha tekintjük, egy konkrét esetben az érintett közszereplőről az egyik sajtótájékoztató során készített felvétel, az érintett közszereplő egy magasrangú rendőrségi vezető volt, ezt a felvételt használták fel egy későbbi telefonos interjú során. A bíróság jogszerűnek tekintette a felhasználást. De általában nem jogszerű a felhasználás, hogyha az egyébként jogszerűen készített felvételt negatív tartalmú hírhez használják fel, és általában a jogsértést nem zárja ki az a tény sem, hogy ha feltüntetésre kerül, az, hogy ez a felvétel illusztrációnak minősül. Kérdés a következő. Ezekre a változásokra, amelyek a személyiségi jog újabb fellendülésének időszakában érintik a személyiségi jogot, megfelelő eszközrendszerrel rendelkezik a polgári jog. Ez azért aktuális kérdésfeltevés, mert a kormány egy 1998-as kormányhatározatban rendelt el a polgári törvénykönyvnek az újrakodifikálását, és ez a polgári törvénykönyv 2014. március 15 napjával hatályba lépett 2013. évi 5-ös törvényként. Azt kell vizsgálnunk, hogy az az eszközrendszer, ami a régi PTK-n nyugodott, és a jelenleg hatályos PTK-ba átvételre került, megfelelően tud-e reagálni ezekre a változásokra. Hogyha a magánjogi eszközrendszer tekintjük, vannak úgynevezett objektív jogkövetkezmények. Ezeknek, hogyha egyszerűen szeretném körülírni a lényegét, azt jelenti, hogy ilyenkor a bíróság azt vizsgálja, hogy bekövetkezette a jogsértés. Ha igen, akkor lehetőség nyílik ezen eszközöknek az alkalmazására. Melyek a jogkövetkezmények, amelyek a régi PTK-val szó szerint egybeeső jogkövetkezmények? Kérheti a jogsértett személy, hogy állapítsa meg a bíróság a jogsértés megtörténtét. Ez jelenleg is megfelelő eszköz. Hagyja abba. Jövőre nézve tiltsa el a jogsértéstől. Megjelenik a prevenciós célzat, hiszen látjuk, hogy az interneten megnyilvánuló jogsértések sokszor ismétlik önmagukat. Adott jogsértő személyében is. Ez a két jogkövetkezmény egyértelműen abba az irányba mutat, hogy mi hamarabb megszüntesse a jogsértést. Kérheti, hogy adott esetben megfelelő nyilvánosság biztosításába adjon elégtételt. És kérheti a sérelmes helyzet megszüntetését. Mit jelent a sérelmes helyzet megszüntetése a felgyorsult technológiai körülmények között? Jelentheti azt, hogy a tartalmat törölje az internetről. Ez a négy jogkövetkezmény volt az, ami a régi PTK-ban szerepelt objektív jogkövetkezményként. De, ahogy az előadás elején jeleztem önöknek, megjelennek azok a körülmények is, amelyek a jogsértés indokát abban rejlik, hogy komerciális haszonszerzési célzat bújik meg a jogsértések mögött. Általában a médiában látható az, hogy egyes jogsértő módon készített képmásokhoz kapcsolódóan egy olyan érdek fűződik, ami példányszám növelő hatással jár. Hogyha a jogsértő felvételt felhasználó kiadó oldalán bevétel növekszik, bevétel növekmény mutatható ki. Másik oldalon pedig sérelmet szenved az érintett személy személyiségi joga, akkor a polgárjognak erre a helyzetre valahogy reagálnia kell. A polgárjog helyreállító, rendező funkcióval rendelkezik. Méltatlan lenne és méltánytalan lenne az a helyzet, hogyha nem adna megfelelő, megnyugtató megoldást erre a szituációra a polgárjog. Ezt akként teszi, hogy egy új jogintézményi jellemző, egy új jogkövetkezmény jelenik meg, miszerint a jogsértéssel elért vagyoni előnyt vonják el a jogsértő személytől.
Ezen objektív jogkövetkezmények mellett továbbra is lehet az elszenvedett vagyoni károk esetén kártérítés iránti igénnyel fellépni. Ez a kártérítési iránti igény azt jelenti, hogy például a képmáshoz való jog sérelmével kapcsolatosan pszichés sérelmek következnek be. Egy konkrét esetet szeretnék csak alaptényállás elemekben elmesélni önöknek. Az egyik tanárnőről készítettek egy őt kellemetlen helyzetben ábrázoló montás felvételt, és ez több személy számára nyilvánvalóan megjelent. A felvétel pedig, aki tudta, akitől elindult, az tudta, hogy nem a tanárnőt ábrázolja, egyre nagyobb nyilvánosságot kapott. Őt felfüggesztették az állásában, és sajnos ez neki egészségsérelemmel jár. Ilyenkor vagyoni kára is keletkezik az egészségügyi ellátásra összefüggő költségei kapcsán. Mire kell nagyon vigyázni? A jogkövetkezmények alkalmazásakor, illetve akkor, hogyha valaki igényt szeretne a személyiségjogok megsértése esetén érvényesíteni. Ilyenkor nagyon kell vigyázni arra, hogy nehogy a Streisand effektus legyen az, ami előtérbe kerül. Streisand effektusnak nevezzük azt, amikor az interneten közzétett tartalom eltávolítása iránt megjelenő érdek egy ellentétes irányba csap át. Barbara Streisandhoz fűződik a Streisand effektus elnevezés, ugyanis 2002-ben egy fotográfus Barbara Streisand malibui házáról készített egy felvételt. Ennek az indokát az adta, hogy a hölgy a parti erózió dokumentálására kormányzati nyomásgyakorlás céljából egy 12.000 fotóból álló fényképkatalógust tett hozzáférhetővé az interneten. Barbara Streisand peres eljárást indított a fotográfussal szemben. A peres eljárás megkezdtéig összesen 6-an töltötték le a fényképfelvételt. Ebből 2 letöltés a színésznő ügyvédjéhez köthető. Ez a peres eljárás nagy nyilvánosságot kapott, és az eljárás megkezdtétől számított kevesebb, mint egy hónapon belül több mint 420.000-en töltötték le. Ugye ez rávilágít arra, hogy figyelemmel kell lenni arra nézvést, hogy a személyiségjogok sérelme esetében milyen jogkövetkezmények és mi módon kerülnek alkalmazásra. A személyiségjogok megsértésének legfontosabb jogkövetkezménye az úgynevezett sérelemdíj. A sérelemdíj ez teljesen új intézmény a polgárjogban. Azt is mondhatnám, hogy inkább régi új. Elnevezésében tiszteletadás Marton Géza kiváló magánjogász előtt. És régi abban a szempontból, hogy ennek jogintézmény előzménye az úgynevezett nem vagyoni kártérítés volt, amely ugyancsak hosszú utat járt be, míg meghatározott jogintézmény jellemzőkhöz tudta kapcsolni a személyiség jogsértés eseteit. A sérelemdíj az nem más, mint a személyiség jogok megsértésének pénzbeli elégtétellel történő közvetett kompenzációja, egy magánjogi büntetés. Minden jogintézmény között mindig valamilyen érdek fúződik meg, valamilyen funkció. És ez a funkció jelentős mértékben befolyásolni tudja a jogintézményi jellemzőket. Melyek ennek a sérelemdíjnak az alapvető funkciói? Kettős funkciója van, a kompenzáció, az elszenvedett hátrányért, illetve a jövőbeni jogsértésektől visszatartó hatás, a prevenció. Elsődleges funkciója kompenzáció. Ez több szempontból megjelenik. Egyik nagyon fontos körülmény az, hogy sérelemdíjat csak egy összegben lehet megítélni. Hogyha egy picikét kitekintünk és megnézzük a külföldi jogi megoldásokat is, akkor látható, hogy a jogfejlődés egyértelműen ebbe a funkció mechanizmus irányába mutat. Régebben a nem vagyoni kártérítés funkciója a kompenzáció elégtétel volt. Ezen a két alapon ítélte meg a bíróság. A német Schmerzensgeld fájdalomdíjnak a funkciója alapvetően ugyancsak elégtétel kompenzáció volt, később vált a prevenció funkciójában. Az osztrák fájdalomdíjnak a funkciója, a kompenzáció azért a csapásért, amit az elszenvedett jogsértés és annak következménye okán szenvedett. Lengyel jogban, svájci jogban ugyancsak a kompenzáció az, ami elsődlegesen megjelenik. Mikor lehet
sérelendi iránti igénnyel fellépni. Az előzőekben láttuk, objektív jogkövetkezményeknél, ha bekövetkezik a jogsértés, lehet alkalmazni. Sérelendinél ez egy kicsit másként van. A PTK azt mondja, hogy akit személyiség jogában megsértenek, sérelendíjat követelhet az őt ért nem vagyoni sérelemért. A jogászok általában, amikor egy jogszabályszöveget értelmeznek, grammatikai értelmezésből indulnak ki. Ha a grammatikai értelmezést nézzük, egyértelmű. A személyiségi jogsértésnek a puszta ténye alanyi jogot teremt arra, hogy valaki sérelendi iránti igényt érvényesíthessen sikerrel. Ezt a megközelítést erősíti a következő szakaszhelye is, ami azt mondja, hogy nem szükséges hátrány meglétének a bizonyítása. Viszont a grammatikai értelmezés mellett a célszerinti értelmezés eszközeit is segítségül kell hívnunk. És a célszerinti értelmezés szerint abban az esetben ítélhető meg sérelemdíj, hogyha az alkalmas arra, hogy kitöltse a funkcióját, vagyis a kompenzációt és a prevenciós hatást. Vagyis a bíróság amellett, hogy megállapítja a személyiségi jogi jogsértés bekövetkeztét, dönthet akként, hogy nem állapít meg sérelemdíjat. A jogalkalmazási gyakorlatban a legtöbbször felmerülő kérdés az, hogy milyen összegű sérelemdíjat igényelhet az érintett személy. Ugye látták az előző Twitter bejegyzéshez kapcsolódóan 6 millió dollár megfizetését igényelt a színésztő. Nálunk nem ilyen magasak természetesen a sérelemdíj összegek, összesen lehet hasonlítani. A PTK nekünk most, eltérően az előző PTK-beli szöveggel segítő kezet ad, hogy melyek azok a körülmények, amelyek az összegszerűségi kérdések kialakításában bennünket orientálhatnak. És itt megint előjön a funkcióanalízis, ugyanis a jogsértés súlya, a felróhatóság mértéke az egyértelműen a magánjogi büntetés jelleget erősíti. A jogsértésnek sértetre, környezetre gyakorolt hatása pedig már kompenzációs szempontokat. Magyarországon nem él az úgynevezett tabelláris rendszer, mint Németországban. Németországban táblázatban összeszedetten látható az, hogy tipikus jogsértésekhez kapcsolódóan a bíróságok milyen összegű fájdalomdíjat ítélnek meg. Nálunk ilyen tabelláris megközelítés nem létezik. A bíróságok ugyanakkor azt fontosnak tartják, hogy a jogbiztonság szempontjai érvényesüljenek abból a szempontból, hogy azért az ítéletek alapjául szolgáló tényállások bár egyediek, de mégis az ítéletek összehasonlíthatóak legyenek, de ne legyenek kirívó különbségek, aránytalanságok az egyes sérelemdíj összegek között. Milyen körülményeket vesz figyelembe a bíróság? Ez a jelenlegi katalógus, ami a dián szerepel, már a új PTK sérelemdíj szabályozásához kapcsolódó katalógus, amelyet a bírósági ítéletek elemzésével lehet kinyerni. Melyek ezek a szempontok? Visszatartó hatás, prevenciós szempontok jelenjenek meg. Illeszkedjen a értékviszonyokhoz. Megjelölésre kerül, hogy ne legyenek indokolatlanul magas kirívó összegek. Vizsgálni kell a károkozáskori életviszonyokat, ítélethozatalkori életviszonyokat, és a sérelmet szenvedett személyét és az eset egyéb körülményeit. És megjelenik, ugye a kommunikáció és az információtechnológia változásával kapcsolatos körülményként vizsgálni kell, hogy mekkora nyilvánosságot kapott a jogsértés. Ez is befolyásolja az összegszerűségi szempontokat. És ha már a sértett személyét néztük, és a jogsértés egyéb körülményeit, ha megvizsgáljuk az elmúlt 2,5 évnek, de nem is 2,5 év, mert a PTK 2014. március 15-tel lépett hatályba. A sérelemdíjra vonatkozó szabályokat csak a PTK hatályba, az új PTK hatályba lépése után megvalósult jogsértésekre lehet alkalmazni. Éppen ezért még gyakorlatilag 2 éves jogalkalmazási gyakorlatot sem tudunk magunk mögött, de ha megnézzük ezeket az ítéleteket, melyek azok a körülmények, amelyeket a sértett egyéb körülményei okán figyelembe vesz? Vizsgálja a családi életét, életkorát, a szabadidős
tevékenységét, a hobbiát, vizsgálja azt, hogy az életkorának melyik szakaszában került sor erre a jogsértésre, és milyen típusúak ezek a jogsértések. Például, hogy esztétikai sérülések maradványai azok kihatnak-e későbbi életvitelére. Sokan azt vizionálták, hogy a sérelemdíj megjelenése emelni fogja a sérelemdíj mértékét. Szignifikánsan nem nőtt a sérelemdíj mértéke a korábbi nem vagyoni kártérítés gyakorlatához képest. Ugyanakkor egyfajta elmozdulás vehető figyelembe, és ez az elmozdulás is a prevenciós funkcióhoz kapcsolódik. Ezt egyébként már előre lehetett látni, különös tekintettel, hogyha a német jogalkalmazási gyakorlatot tekintettük, ahol amikor bejött a jogalkalmazási gyakorlatba a prevenciós funkció, az a megítélt fájdalomdíj mértékét növelő hatással bírt. A dián szereplő ítélet megjelölésekben mindegyiknél hangsúlyozta a bíróság azt, hogy ne kerüljön alacsony mértékben meghatározásra a sérelemdíj összege, mert ez a sérelemdíjnak a devalválódását, az intézmény kiüresedését jelentené, és hangsúlyozottan arra fektették a figyelmet, és azt jelölték meg az ítéleteik indokolásában, hogy a prevenciós szempontokat kell figyelembe venni. A másik terület, ahol a magánjog megfelelően reagálni tud ezekre a változásokra, amelyeket az információs társadalom jelzett, az a polgári eljárások területe. A 2015. évi 11-es törvény vezette be 15. április 2-ától hatályosan új különleges pertípusként, ez a legifjabb különleges pertípusunk, a képmásper intézményét. Mire akar reagálni a képmásper? Pont a kommunikáció és az információs technológia gyors fejlődése ugyanis megkívánja azt, hogy a polgári eljárások gyorsan, hatékonyan és átlátható módon tudjanak, legyenek képesek reagálni a jogsértésekre. És az is látható, ahogy az előadás előző részében azt megjelenítettem önök számára, hogy a magánélethez való jog leginkább képmáshoz és hangfelvételhez való jog sérelme útján valósul meg. Éppen ezért ezt a képmás pert vezette be a jogalkotó a polgári peres eljárás szabályai körében. A képmáspernek a célja egyértelműen az, hogy a sérelmes helyzetet megszüntesse. Hiszen ha vizsgáljuk, azok a jogkövetkezmények, amelyeket alkalmaz, jogsértés abbahagyása, adott esetben nyilvános elégtételadás, sérelmes helyzet megszüntetése, mind-mind ebbe az irányba mutat. Ez egyébként egy kétszakaszos eljárás. Először a sérelmet szenvedett személy a jogsértőtől egy határidő tűzésével kérheti, hogy tegyen eleget ebben a kérelmében foglaltaknak. Ha a határidő lejártát követő 15 napon belül, bocsánat, ha a határidő lejártáig nem tesz eleget, onnantól számított 15 napon belül bírósághoz fordulhat, aki pedig a keresetlevéltől beadásától számított 8. napra kell, hogy kitűzze a tárgyalást. Ez a képmásper egyike a személyiségi jogok megsértése esetén alkalmazható peres eljárásoknak. Alapvetően 3 módon érvényesíthet igény. Egy általános személyiségi jogi per kapcsán, amikor valamennyi jogkövetkezményt alkalmazhatja. Alkalmazhatja a megjelölt objektív jogkövetkezményeket, a kártérítést, sérelemdíj megfizetésére irányuló igényt, plusz a harmadik, a sajtóhelyreigazítási eljárás, ami speciális körülmények megléte esetén biztosít egy igényérvényesítési lehetőséget. Ezt a 3 eljárást párhuzamosan is meg lehet indítani, azzal, hogy miután ezek az objektív jogkövetkezmények megjelennek a képmásperben, meg az általános személyiségjogi perben, el kell dönteni, hogy melyik perben kívánja ezeket az igényeket érvényesíteni. Bárhogy is végződjék egy peres eljárás, bármilyen kimenete is legyen ennek a peres eljárásnak, bármilyen összegben is állapítsa meg a bíróság a jogsértő magatartása révén elszenvedett személyiségi jogsértés esetén a sérelemdíj összegét, ki kell jelentenünk azt, hogy ez az összeg nem gyógyszer a sebre. Csupán egy kis édesség, ami igyekszik elterelni a figyelmet a fájdalomról. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!
Köszönjük szépen az előadást, és önöknek is köszönöm egész fél éves megtisztelő figyelmüket. Várjuk önöket a következő szemeszterben és a Szabad Egyetem Szeged 19. szemeszterében. Viszontlátásra! Thank you.